a Megyőszúi Mackó Kuckó bölcsöde és napközi otthonos óvodában, a projekt záró rendezvényen a meghívott vendégeket Hajdú Istváni a község polgármestere köszöntötte, aki arra kérte a más településről érkező pedagógusokat, hogy vigyék jó hírét a tehetséges megyőszúi óvodásoknak és a nevelési intézménynek. Hozzátette, hogy az óvónők is nagyban hozzájárulnak a kicsik fejlesztéséhez. Ők azok, akik felfedezik az óvisokban azt, hogy miben kiemelkedőek igazán, amit tovább fejlesztenek majd. Az óvodások egy vidám néptánc produkcióval készültek a résztvevőknek. Halászné Borza Izabella óvoda vezető elmondta azt, hogy a Nemzeti Tehetségprogram pályázatán sikeresen szerepeltek, így sikerült 700 ezer forintot nyerniük, amit a különböző foglalkozásokra, festékekre és egyéb eszközökre költöttek. Népi iparművészeket hívtak el az intézménybe, hogy hogyan és miként készítik el termékeiket, milyen folyamatokon mennek keresztül, így a kicsik ezzel sok új élményt tudtak szerezni. A mai nap egy 30 órás programsorozatnak a lezárása és egyben a bemutatása. Nemzeti Tehetség program pályázaton nyertünk 700 ezer forintot, és egy vizuális tehetség műhely programsorozatának a produktumait láthatják itt a kiállításon, akik ellátogatnak ide. Ebben a műhelyben a gyerekek nagyon különleges technikákkal ismerkedhettek meg, próbálhatták ki, és úgy igyekeztünk összeállítani a programot, hogy élményszerű legyen számukra, minél több élményhez juttassuk őket. A meghívott művészek, akik itt külön foglalkoztak a gyerekekkel, ők nagyon sok új dolgot tudtak a gyerekeknek bemutatni, amit utána a gyerekek ki tudtak próbálni és tudták gyakorolni. Az érdeklődő gyerekeknek, akiket ide beválogattunk, nagyon erős a motivációjuk, az alkotásvágyuk, és tulajdonképpen ez nagyon jól fejleszti a kreativitást, a gondolkodási képességeket, azon túl ugye, hogy a kézügyességük ez adott, de mindenféle más képességterületet is nagyon jól fejlesztenek ezek a technikák. Nagyon jó tapasztalataink vannak, érdemes pályázni, mi már a következőre beadtuk a újabb pályázatunkat, mert a most megszerzett tapasztalatokat szeretnénk tovább folytatni, tovább fejleszteni, és összehasonlítottuk a gyerekek munkáit akkor, amikor bekerültek ide a műhelybe, és folyamatosan amilyen munkák születtek, meg amilyen elmélyülten dolgoztak, és én azt gondolom, hogy kiugróan magas fejlődést mutattak azok a gyerekek, akik itt a műhelyben alkottak. Az egyik csoportszobában pedig kiállították azokat az alkotásokat, amit a kis tehetségek készítettek el a műhely foglalkozások alkalmával. Az óvodások és az óvoda pedagógusok a kirándulások és a foglalkozások alkalmával olyan élményekre tehettek szert, amelyre hosszú ideig szívesen emlékeznek majd.